Labdázik a sors. Arról a végleges elértéktelenedésről, aminek színvonalára a tábori körülmények az egyes ember életét lezüllesztik, csak azok tudnak maguknak valamelyest fogalmat alkotni, akik maguk is átélték az ottani állapotokat. Akik azonban az emberi individuum létének ilyen fokú semmibevételét maguk is elszenvedték, Annyira eltompultak, hogy mindez csak akkor jutott el a tudatokig, ha például a táborban egy betegekből álló transport összeállítására került sor. Az elszállításra ítélt, legyengült testeket egyszerűen kétkerekű talicskákra haigálták, amelyeket a foglyoknak kellett húzniuk kilométereken keresztül a hóviharban, amíg meg nem érkeztek a másik táborba. És ha halott volt köztük, azt is tovább kellett vinni. A létszámnak egyeznie kellett. Az elszállítottak listája volt a legfontosabb, az ember csak annyiban volt érdekes, mert egy fogoly számot jelenített meg, a szószoros értelmében már csak egy szám megtestesítője volt. Mit sem számít többi, hogy holt e vagy eleven, a szám élete teljességgel érdektelen. S hogy mi van a szám mögött, mi van egy ember élet mögött, még kevésbé érdekel bárkit is. Nem érdekes sem a sorsa, sem a története, sem a neve. A betegeknek abban a transportjában például, amelyikkel engem, mint orvost, az egyik bajor táborból a másikba szállítottak, volt egy fiatal bajtársunk, akinek meg kellett volna válnia a fivérétől, mert az nem került fel a listára. Társunk addig könyörgött a tábor amíg az úgy döntött, hogy a listán szereplő egyik szemét, aki az utolsó pillanatig azon volt, hogy inkább itt maradhasson, lecserélte a ragoszkodó testvérre. A listának azonban egyeznie kellett. Mi sem könnyebb ennél, a ragaszkodó testvér egyszerűen átvette a fogolyszámot, a helyébe visszamaradó bajtársa elő- és utónevét, illetve fordítva. Mert, mint ahogyan már említettem, dokumentumai a táborban már régen senkinek sem voltak, s mindenki boldog volt, ha már egyáltalán semmit nem mondhatott a magáénak, mint csupán a mindennek dacára még mindig lélegző szervezetét. S ha még maradt egyáltalán valamiük, szakadozott ruha és ronydarabok, ezeknek a félig csontvázá vált embereknek a szószoros értelmében vett puszta bőrükön kívül, az inkább a hátramaradottak érdeklődését keltette fel. Leplezetlen kíváncsisággal szakszerűen monstrálták a távozó muzulmánokat, hogy szipőjük vagy zubbonyuk nincsen mégis valamivel jobb állapotban, mint a sajátjuk hiszen az ő sorsuk már megpecsételődött, nekik azonban, akik még ott maradhattak a táborban, amíg valamelyest munkaképeseknek minden jól jöhetett, ami alkalmasnak látszott arra, hogy esetleg növelheti a túlélés esélyeit. Szentimentalizmusnak nem volt helye. Azon érzésnek az elvesztését, hogy még egyáltalán emberi szubjektumként létezünk, még az is erősíti, hogy az ember a koncentrációs táborban nem csak úgy éli meg önmagát, mint valami tárgyat, ami teljességgel kiszolgáltatott, mondjuk az őrök önkényeskedésének, hanem az az érzése, hogy sorsának is tárgya csupán, mint féle játéklabda. Mindig is úgy véltem, s mondtam is, hogy az ember csak 5-10 év elteltével érti meg igazán, hogy mi, mire volt jó az életében. A koncentrációs tábor aztán teljességgel megerősített igazamban. Hányszor előfordult, hogy már 5-10 perc elteltével is megtudhattuk, hogy mi, mire volt jó. Még Auschwitzban megfogalmaztam a magam számára egy alapelvet, aminek helyessége hamarosan bebizonyosodott, s amit később a legtöbb bajtársam is megszívlelt. Amit kérdeztek tőlem, arra általában a valóságnak megfelelően válaszoltam, amiről azonban nem faggattak, arról hallgattam. Ha azt kérdezték, hány éves vagyok, megmondtam. Ha azt kérdezték, mi a foglalkozásom, akkor azt mondtam, orvos. Azt azonban nem árultam el, hogy szakorvos vagyok, ha csak nem tudakolták nyomatékosan a szakirányomat. Auschwitzba érkezésünk első délelőttjén egy SS tiszt jelent meg a sorakozónál. A 40 év alatti bajtársaknak itt kellett felsorakozniuk, a 40 fölöttieknek amott, a fénymunkásokat, autószerelőket és hasonló foglalkozásúakat megint máshol sorakoztatták föl. És aztán le kellett tolnunk a nadrágunkat, hogy megvizsgálják, van-e valakinek sérve, mire néhány bajtársunkat megint félreállították. Aztán az egyik csoportot egy másik barakhoz hajszolták, ahol újra fel kellett sorakozni. Én is közéjük tartoztam. Újabb csoportosítás kezdődött. S miután a kérdésekre kor, foglalkozás, röviden és katonásan válaszoltam, félreállítottak egy kis csoportba. És aztán ezt a csoportot is továbbűzték egy másik barakhoz, ahol azonnal megint újra csoportosítottak bennünket. És ez még egy darabig így folytatódott, míg végül egészen szerencsétlennek éreztem magam, miután idegen, teljes egészében külföldi és számomra ismeretlen nyelveken beszélő emberek közé keveredtem. És aztán sor került az utolsó válogatásra, és engem az utoljára kiválogatottakkal együtt az egyik hátsó barakba vezényeltek. És akkor hirtelen rájöttem. Régi bajtársaim között vagyok, honfitársaim és kollégáim vesznek körül, abba a barakba kerültem, ahonnan elindítottak. S a felügyelők alig ha vették észre, hogy közben körbetereltek a táboron. Nekem azonban volt sejtésem arról, hogy néhány perc leforgása alatt hányféle fenyegető sorsot kerültem el. Amikor a már említett betegekből álló transportot összeállították, hogy azt az úgynevezett kímélő táborba szállítsák, az én nevem, illetve számom is felkerült a listára, szükség volt néhány orvosra. Arról azonban senki nem volt meggyőződve, hogy a szállítmányt valóban egy kímélő táborba irányítják. Akkoriban már gyanakvóak voltunk. Egy ugyanilyen transport összeállítását már hetekkel ezelőtt elrendelték és már akkor az volt az általános vélemény, hogy a szállítmány útja nem a kimélő táborba, hanem a gázba vezet. És akkor felröppent a hír, aki akarja, kihúzhatja magát a kimélő táborba rendelt betegek listájáról, ha önként jelentkezik az oly nagyon retteget éjszakai műszakra. 82 bajtársunk rögtön élt ezzel a lehetőséggel. Negyed órával később kiderült, nem kerül sor az összeállított csoport elszállítására. 82 társunk neve azonban ott maradt az éjszakai műszak listáján. Többségük számára ez 14 napon belül a halált jelentette. Kívülről megtanult végakarat Nos, másodszor is összeállították a kímélő táborba szánt foglyok csoportját. Most már természetesen senki sem tudta, hogy nem valami cserről, egyfajta trükkről van-e szó, hogy a betegek munkaerejének utolsó maradékát is kicsikarják, még ha csak 14 napra is, vagy hogy a gáze az úti cél, vagy talán valóban a kímélőtábor. A főorvos kedvelt engem. Este háromnegyed tízkor titokban azt mondta nekem. Az írnoki irodában meghagytam, hogy még kihúzathatod magad a listáról, még van egy negyed órád arra, hogy ezt megtehesd. Értésére adom, hogy ilyesmi nem vallana rám, én inkább azt vallom, hogy jobb az egyenes utat választani, vagy, fogalmazhatunk így is, jobb arra hagyatkoznunk, amit a sors kimért ránk. Én már csak ott maradok a beteg bajtársaim mellett, mondom neki. Rámveti tekintetét, szemeiből együttérző sajnálat sugárzik, mintha sejtené. Némán nyújtja felém a kezét, mintha nem egy életre venne tőlem búcsút, hanem mintha az életemtől búcsúzna. Indulok. Lassú léptekkel megyek vissza a barakkomba. A helyemen egy jó barátom ül szomorúan. Valóban velük akarsz menni? kérdezi tőlem. Igen, megyek. Könnyek gyűlnek a szemébe. Én próbálom vigasztalni őt. Akkor azonban eszembe jut, hogy más teendőm is van, rá kell hagynom szóbeli végakaratomat. Figyelj ide, Otto! Ha nem jövök vissza, ha nem térek haza a feleségemhez, és ha te viszont látod őt, akkor mondd meg neki, jól figyelj. Először. Minden nap, minden órában róla beszéltünk. Emlékszel? Másodszor. Nálánál soha senkit jobban nem szerettem. Harmadszor. Az a rövid idő, amit vele házasságban eltölthettem, az a boldogság mindenért kárpótól, még azért is, amit most itt át kellett élnünk. Otto. Hol van most? Hol van most? Élsz még? Mi lett belőled azóta, hogy az utolsó óránkat töltöttük együtt? Viszont láthattad a feleségedet? S vajon emlékszel -e még arra, ahogyan akkor gyerekes sírásod ellenére arra kényszerítettelek, hogy szóbeli végakaratomat szóról szóra kívülről meg kell tanulnod? Másnap reggel elindultam a szállítmányjal. Ezúttal nem becsapásról, hanem trükről volt szó. Az úti cél nem a gáz volt, hanem valóban egy kímélő tábor. S mindazok, akik olyannyira sajnálkoztak rajtam, Nos, ők maradtak a régi táborban, amelyikben aztán az éhezés sokkal kíméletlenebbül kínoszta a foglyokat, mint a mi új táborunkban. Azt hitték, megmenekülnek, de romlásba döltek. Hónapokkal később már a szabadulás után találkoztam a régi táborból azzal az emberrel, aki, mint tábori rendőr, kisajátította magának egy fazékból azt a húsdarabot, ami azon a napon abban a táborban hiányzott a hullahegy tetejéről. Mert abban a táborban, amelynek későbbi poklától én még idejében megszabadultam, kitört a kannibalizmus. Ezt halván kinek ne jutna eszébe a halál teherámban története? Egyszer egy gazdag és nagyhatalmú perzsa úr szolgája kíséretében sétálgatott háza kertjében. A szolga jajveszékelve panaszolja, hogy éppen most látta a halált, aki megfenyegette őt. Esdeklően kéri a szolga az urát, adná neki leggyorsabb paripáját, hogy mi hamarabb útra kelhessen, és teherámba menekülhessen, mert még ma este meg akar oda érkezni. Az úr átengedi neki a paripát, és a szolga elvágtat. A háza felé vezető úton azonban maga az úr is találkozik a halállal, akit kérdőre von. Miért ijesztetted meg annyira a szolgámat? Miért fenyegetted meg őt? S akkor azt mondja a halál, hiszen én nem fenyegettem meg őt, és egyáltalán meg sem akartam ijeszteni. Minden bizonyal csak a meglepődés látszott rajtam, azon csodálkoztam, hogy lehet, hogy még itt látom, holott még ma este Teheránban kell találkoznom vele.